A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben a Mávelőre klub sportolóit mutatjuk be. Témánk még mindig a box, hiszen ne feledjük, hogy a MÁV már 1937-től nevelt nagyszerű boxolókat, aztán 70-ben ez vége szakadt, és csak nem fél évszázad múltán újra termelődött ez a remek sportág, mármint a remek sporták tehetségei, és hát itt van velünk egy fantasztikus tehetség, illetve ha már mondhatjuk, hogy egy befutott boxoló, Oláh Iván, aki magyar bajnoki bronzérmes többek között. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Jó napot kívánok! No, hát én nagyon sokat köszönhetünk nyilvánvaló Márton Balázsnak, és mind az egész MÁV vezetésének, hogy újra elkezdte, mert ez egy olyan misszió, ami nagyon-nagyon fontos. Viszont ahhoz, hogy eljussunk a te bajnoki bronzérmedig, és ami még az utadig, ami nyilván feljebb vezet, akkor egy kicsit beszélgetnünk kell arról, hogy miként választottál sportágat gyermekként, fiatalként, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat a 21. században, és már az is örömteli természetesen, ha valaki sportágat választ. Igen, mindenképpen sportolni jó. Ez 2008-ban kezdődött, még a focipályán. Jöttek a barátaim, és mondták, hogy ők boxolnak, ezért szerettem volna mindenképpen kipróbálni. Mondtam édesanyámnak, hogy vigyen le a terembe, és ott ragadtam azóta is. Még Herman Istvánnál kezdtem az ökölvívást. Bocsáss meg, mit szólt az édesanyád, hogy a boxot választottad? Az édesanyám? Hát nem lepődött meg, mert mindig is indulatos gyermek voltam, ott legalább le tudtam vezetni az indulatokat. Ezért örült is neki, meg hát a futball nem az én világom volt, csak hát én sportolni szerettem, és ott hazataláltam az ökölvívásba. Tehát megtaláltad a boxot. Ki volt az első mestered, akitől megtanultad az alapokat, hiszen annál nincs fontosabb? Igen, ő volt, Herman István volt a tanítóm, ugye, aki megtanította az alapokat, csak sajnos ő elhunyt, ezért én abba is hagytam utána az ökölvívást egy kis időre, 2012-ben, ha jól emlékszem, de egyébként előtte nagyon jól mentek a mérkőzések, amikre fölkészített. Volt 19 bemutató mérkőzésem, mind a 19-et megnyertem, úgyhogy az vele nagyon jól működött minden. Utána pedig eligazoltam a Túrós Arnoldhoz 2013-ban, ami egy kicsit nehézkesen indult, hiszen új környezet, új edző. Én ugye nagyon otthon éreztem magam Pista bácsinál, ezért az nem indult olyan gördülékenyen, de aztán belerázottam, és elindult ott is egyfajta jó irány. De miért hagytad abba? Hiszen ez egy nagyon fontos pillanat egy fiatal életében, amikor valóságosan úgy dönt, hogy most köszönöm szépen, eddig volt. Azért hagytam abba, mert nagy törés volt az, hogy az edző meghalt. Sok időt töltöttem vele, és nagyon szerettük egymást, ő is engem, és én is őt. Ezért úgy gondoltam, hogy itt a vége, ha ő nincsen, akkor kivel, hanem vele. És ez független helyen volt attól, hogy gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy? Ez független. Hát igen, elég gyorsan kiderült egyébként. Lementem, és Pista bácsi beleszeretett a mozgásomba, pedig hát akkor lementem, nem foglalkoztam vele, hogy rendesen ütök-e, kivitelezem az ütéseket, csak lementem, és püföltem a zsákot, ahogy bírtam. Mik voltak az erősségeid akkor még? Akkor? Szerintem a mentalitásom volt a legerősebb. Legyőzhetetlennek éreztem magam, tök mindegy, hogy ki volt velem szembe. Gyors voltam, meg ügyes is. Igen, ez így van, rendjén. Tehát ezeket pedig halmoztad, nyilván ehhez viszont nagyon komoly edzésmunka kell. Milyen volt az edzésmunkád, miként emlékezel akkoriban? Akkoriban heti 5 napot edzettem, másfél órákat edzettem, azért még annyira nem terhelhettek, hiszen 8 éves voltam, úgyhogy egy ilyen másfél óra intenzív ökölvívó edzés, nem volt benne erőléti edzés, hanem csak az ökölvívásra és a technikákra támasztottunk.
a boxhoz, illetve a boxhoz is rendkívüli fegyelem kell, ezt azért nagyon is jól tudjuk. Tehát nem elég a tehetség és az elhivatottság, azért kell a fegyelem. Ez meg volt benned? Először nyilván nem, én azt gondolom, de aztán az ökölvívás megadja ezt a fegyelmet és alázatosságot, ami kell a sporthoz. Tehát tudom ajánlani azoknak is, akik esetleg indulatosak, és lehozzák a gyermeküket a terembe, ez egyfajta nevelést ad a gyerekeknek is. Folyamatosan nőttél, és mivel az eredmények is jöttek, nyilván ez megerősítést hozott neked. Melyik volt az az első siker, ami azt mondtad, hogy most már ez lehet az utad? 2019-ben itthon rendeztek egy olyan bajnokságot, 2014-ben rendeztek egy olyan bajnokságot, ahol eldöntötték, hogy kimegy a serdülő Európa-bajnokságra. Ott a döntőig sikerült bejutnom, a döntőbe. Ott egy nagyon-nagyon szoros mérkőzésen maradtam alul. Azt gondoltam, hogy majd onnan megindulok, és akkor behívnak a válogatottba, csak sajnos jött egy sérülés, ami megakadályozta ezt. Fájdalmasan érzed meg a kudarcot? Mert nyilván egy ökölvívő pályafutása, amellett, hogy folyamatosan nagy hévvel kell edzeni, odafigyelve minden egyesre, étkezésre, technikára, erőllétre, mindenfélere, azért az meghatározó. Ennél fájdalmasabb dolog talán nincs is az életben, amikor küzdesz valamiért mondjuk hónapokig, és aztán a ringbe azt elveszik tőled, vagy pedig ugye elveszed magadtól, mert az is benne van. Ez egyébként sok mindenkire jellemző, hiszen látunk olyan sportolókat, akik rendkívül tehetségesek voltak, aztán vagy az akarat hiányzott, vagy szétszórtak lettek, vagy egyéb okok miatt elveszti a fonalat, ha úgy tetszik, és eltűnik a süllyesztőben. Ez sűrűn előfordul, azt gondolom, főleg a tehetséges srácoknál, mert az elején azt gondolják, hogy elég a tehetség, de komoly alázat és komoly munka kell mögé ahhoz, hogy ezt kiegészítsük. Volt-e példaképed? Tehát itt azért tárjuk szélesre a kaput, hiszen a magyar ökölvívás bővelkedik csodákban. Nekem nem a magyar ökölvívók tetszettek soha, inkább a külföldiek. Nekem Manny Pacquiao volt a példaképem, meg Prince Nassim Hamed, meg persze az édesapám, de ő nem volt ökölvívó sajnos. Ez nagyon jó. És mit szóltak a társaid, illetve a családod ahhoz, hogy egyre felfelé ível a pályafutásod? Mármint azután, hogy eldöntötted, hogy folytatod, hiszen mondtad, hogy számtalanszor abba hagytad. Igen, igen. Támogattak benne, mindig is támogattak benne, tudták, hogy tehetséges vagyok, ezért próbálták jó irányba terelni az utamat. Az a céltudatossága és tartás, ami kell a boxhoz, az az elejétől megvolt benned nyilvánvaló. De amikor elvesztetted a fonalat, akkor mi hiányzott ahhoz, illetve itt már is megkérdezem, hogy és mi kellett ahhoz, hogy újra kezd? Ez mentális háború volt magammal. Ehhez szükség van egy jó edzőre, egy olyan edzőre, aki támogat, mint testileg, mint szellemileg, mert edző nélkül sajnos ez nem mehet, egy jó edző nélkül. Tehát visszakaptad a céltudatosságot. Ehhez kellett egy alkalom, vagy egész egyszerűen magadban néztél, és úgy döntöttél, hogy igen, nekem ez a sportágam, ez az életem. Magamba kellett néznem mélyen, és el kellett gondolkoznom azon, hogy ezt folytatnom kell-e, vagy sem. Ugye a példaképekről már beszéltünk, de a magyar ökölvívás helyzete mindig is rajtatok múlott. Ezt tudatosítják az edzőt bennetek, hogy a tehetségnek ki kell kristályosodnia ahhoz, hogy megint olyan sikerek legyenek, mint nem sorolom, mert a Gedő Gyuritól, vagy akár, tehát az olimpiák történetében meg annyi magyar kiválóság van. Hát azt gondolom, hogy ez egyfajta nyomást helyezne ránk, úgyhogy nem helyeznek ránk folyamatos nyomást, inkább a sikerre vagyunk éhesek, és a győzelemre kell koncentrálni, úgyhogy ez megadja az utat, és akkor majd jön minden magától. Beszéltünk már arról, hogy melyik volt az első olyan sikered, amire visszaemlékszel szívesen. Melyik volt az a következő, amikor megerősödtél abban, hogy neked ezt mégis folytatnod kell? 2019-ben voltam felnőtt magyar bajnokságon, ott is egy hosszabb kihagyás után, sérülések hada, és ott döntöttem el, hogy ezt igen folytatni kell, és keményen kell nyomni a melót, és ott egy nagyon jó boxolót vertem meg első nap, csak sajnos nem az én súlycsoportomban indultam, mert a betegségek, a sérülések akadályoztak abban, hogy hozzam a súlyomat, ezért sajnos nem az én súlyomban indultam,
Úgyhogy igazából ennyi. Igen, de ugye volt egy 2018-as remek sikered, akkor már Túros Arnold volt a vezető, ugye Erdélyben járunk. Igen, igen. Ahol igen. Viszont a dobogó legfelső fokára állhattál. Az jó. Az egy milyen emlék számodra? Az mert egy az egy nemzetközi megmérettetés, akárhogy is, és azért ott kikristályosodik, hogy igen, ez a fiú nem csak tehetséges, hanem képes a tehetségét győzelemmé váltani. Egy nagyszerű érzés volt, hiszen akkor már profinak akartam állni, Túros Arnolddal, meg is beszéltük, készültünk is, csak kellett még ez a lépcsőfok ahhoz, hogy profinak állhassunk. Az egy nagy nyomást helyezett rám, hogy nyernem kell mindenféleképpen, egy nemzetközi bajnokságról beszéltünk Romániában. Nagyon jól értem meg, viszont az indulatok ott is vezényeltek, de hála Istennek a rutinnal ezt le tudtam győzni, és sikerült nagyon jó boxolót megvernem a döntőben. Ez egy óriási siker, ezt nyilván meg kell élni valamilyen szinten, és akkor nem kevesebbet, hanem még többet hozzátenni, ez veled is így történt? Ezt érzelmesen éltem át, nyilván, nem szégyen kimondani, amikor győzök, akkor sírok, ha vesztek, akkor kevésbé. Szóval eléggé jó érzésekkel töltött el, és olyankor fogott el az az érzés, hogy nekem itt a helyem, és csinálni kell. Ugye a profi pályafutásról beszéltél, tisztában voltál azzal, hogy ez mivel járt, tehát hogy milyen teljesen más felkészültséget igényel, teljesen más mentalitást mindenféle értelemben, és hát ez is egy olyan út, amit előről kell kezdeni. Nem, teljes mértékben az a válaszom, hogy nem álltam rá készen, gyerekfejjel gondolkoztam, és ez nem is valósult meg, hiszen több ok miatt nem valósult meg, de úgy gondolom, hogy ez jobb így, ennyi idős fejjel most már jobban állok ezekhez a dolgokhoz, és most jött el az ideje, azt gondolom, a profi váltásra. Igen, de az amatőr pályafutásod még ugye most van a delelőjén, ha úgy tetszik. És nyilvánvaló, hogy nehéz a döntés ilyenkor, de hát ez bizonyos értelemben az mindig az edző és a versenyző adott esetben a boxoló feladata, hogy eldöntse, mi a legjobb neki. Egy kicsit még a magyar bajnokságról, hiszen bajnoki bronzérmes lettél. Ez azt jelenti, hogy tényleg ott voltál már a spiccen. Beszéljünk egy kicsit erről a bajnoki bronzéremről, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Ugye egy Tóth Szabó Vilmossal boxoltál az elődöntő előtt. Igen, ő volt az első ellenfelem, de azt hozzátenném, hogy 2019 óta nekem nem volt mérkőzésem, hivatalos mérkőzésem, tehát 3 év kihagyás után az egy elég nagy ringrosda volt rajtam. Nagyon izgultam is a mérkőzés előtt, de hála Istennek a Balázsra csináltunk egy olyan felkészülést, ami elég volt ahhoz, hogy akár meg is nyerjem a magyar bajnokságot, mert nem ártam tőle messze. Tóth Szabó Vilmossal boxoltam első nap, néztük, hogy mit tudnánk ellene felmutatni, néztük a mérkőzéseit, és egy elég jó boxoló volt. Hála Istennek tudtam a saját erősségeimet rá nehezíteni, ezért sikerült a második menetbe TKO-val győznünk. Ez nagyon szép eredmény, viszont mielőtt a következő meccsel folytatnánk, a 3 év kihagyásról beszéljünk egy kicsit, hiszen ez egy minden sportágban óriási, nem csak nagyon is jól tudjuk, aki sportolt vala, azt tudja, hogy egy kisebb sérülés, egy kisebb kihagyás néhány hét is rányomja a bélyegét, függetlenül attól, hogy valaki mennyire tehetséges. Téged ez hogy érintett, ez a 3 év kihagyás? Ez a 3 év elég rosszul érintett, hiszen nem is mentem boxterem közelébe sem nagyon. Úgy voltam vele, hogy elég volt, vége, befejeztem. Aztán hazajöttem, mert egyébként kiköltöztem Angliába. Ott egy barátommal voltam, és vele sokat beszéltem az ökölvívásról, és ráébredtem arra, hogy ezt nekem mégiscsak folytatni kéne. Hazajöttem, és akkor találtam rá Márton Balázsra, és ő segített ebben, hogy visszatérjek az utamra. Az alapoktól kellett kezdened? Mert ez ilyen nehéz dió. Igen, az alapoktól kezdtük el, újra mindent előről, és nagyon sok mindenben segített Márton Balázs, és sok mindent köszönhetek neki. Úgyhogy egy remek edző, és remek barát egyben. Nyilvánvaló, hogy újra fel kellett építeni magad. Ez mit jelentett? Hiszen nyilván Angliában nem boxoltál, nem edzettél. Tehát a hétköznapi lét pedig nagyon gyorsan leépít. Nagyon rettentően gyorsan. Én 80 kiló voltam tavaly ilyenkor, és 60 kiló a versenysúlyom. Tehát eléggé pufi voltam, nem csináltam semmit, nem sportoltam, szóval először azt kellett ledobni a súlyt, a felesleget, és utána kellett megerősíteni a testemet,
és utána pedig a lelkemet. Ez egy reggelig tartó folyamat nyilván. Milyen volt a diétád? Egyébként hogy szokhatja meg egy fiatal szervezet azt, hogy először a lucira hízik, és utána pedig visszaáll a jelenlegi formára? Ezt rettentően rosszul viseli az ember. Én azt gondolom, hogy ez kortól független, főleg egy édes szájúnak. Aztán egy idő után, miután már megszokja az ember az egészséges táplálkozást, akkor utána azon gondolkozik, hogy hogy tudott eddig enélkül élni. Tehát ez egy olyan körforgás, aminek sosincs vége, azt gondolom. Az erőléthez pedig már nyilván kell a segítség. Nyilván a fogyáshoz is, de az erőlét visszaszerzéséhez feltétlenül. Hogy kezdtetek neki a munkának, hiszen a semmiből kellett újra felépítened magad? Ahogy mondtam már, mindent az alapoktól kezdtünk, és inkább a technikára építettünk a Balázzsal, mint az erőnlétre. Nyilván az is volt, de a technikákra építettünk, és azáltal próbáltunk építkezni ebből. Szóval ez egy nagyon hosszú munka volt, ami hála Istennek sikerült. Ugyanakkor óhatatlanul is ilyenkor a felkészülés, tehát az újra felkészülés sérülések kísérik. Hiszen hiába a megszokott mozgás, meg a tudatosság egy boxolónál is, ha hosszú ideig nem gyakorol, akkor óhatatlanul is jönnek a sérülések. Ez veled is így történt. Hogy sikerült ezen túllépned? Sérülten mentem a magyar bajnokságra, tehát sérült is voltam. A felkészülési idő alatt többször is megsérültem, a bokám is kiment, valamilyen izomszallag is elszakadt a kezemben, és úgy boxoltam egyébként a magyar bajnokságon is. Ez nagyon nehéz, de ezt be kell vállalni, azt gondolom, egy ilyen időszakban. No, tehát ugye a Tóth Szabó Vilmost legyőzted, aztán jött Római Ruben. Igen. Hát azt sajnos elveszítetted, de az is egy olyan mérkőzés volt, hogy történhetett volna másként is. Igen, ez egy teljesen más mérkőzés volt. Tudtam, hogy előre fele kell majd boxolnom. Ezt meg is tettem az elején, szépen el is találgattam, viszont jött egy fogásban lévő fejelés, ami eléggé szétment az orrom rajta, és nem kaptam sajnos az orromon levegőt, és ez nagyban befolyásolta az utána lévő történteket. De én azt gondolom, hogy nem vallottam szégyent, egy elég jó mérkőzés volt, szerintem szoros is volt. Sajnos kikaptam pontozással, de azt gondolom, hogy vérzősebbel is harcoltam tovább, ez a lényeg. Milyen a felkészülési időszak nálad? Hiszen ez mindenkinél más nyilván, a súlycsoportoktól nem független bizonyos értelemben, hiszen egy nehéz súly másként készül óvatatlanul is, mint te magad. Milyen a felkészülési időszak számodra? Először megalapozom egy jó hosszú futással, tehát egy 2-3 hét futással. Minden nap futok napi 2-t, attól függ, hogy engedi az időm. Utána pedig elkezdjük az ökölvívó edzéseket, először átveszük tényleg az alapokat a bal egyenestől a jobb egyenesig. Elkezdünk egy árnyékolást, egy 3x3 perces árnyékolást, utána elkezdünk zsákolni, iskolázni, és majd, hogyha ez is megy egy 2-3 hétig már úgy, hogy tényleg vállalható, akkor utána elkezdünk kesztyűzni, és a kesztyűzés után pedig jön egy ilyen laza szakasz, ahol már a mérkőzésre készülünk, fejben készülünk már akkor inkább, súlyhozó edzéseket hozunk, és utána pedig jön a mérkőzés. Nehéz a felkészülési időszak számodra? Hiszen azért az alapozás az soha nem senkinek sem könnyű, egyetlen sportágban sem. Szerintem az a legnehezebb, az sokkal nehezebb, mint a mérkőzés. Ott kell megszenvedni ahhoz, hogy majd utána sikerüljön győzni, tehát a felkészülésnél nincs nehezebb. Viszont a mérkőzésekre már tudatosan tudsz készülni. Melyek azok az erősségeid, amelyeket továbbfejlesztesz, és melyek azok, amelyeket szeretnél, ha utolérnéd a legjobb formádat? Ez nagyon nehéz kérdés, hiszen szerintem mindent lehet még fejleszteni, és még közel sem értem el azt, ami van bennem. De nyilván a gyorsaságra alapozok, tehát az együttéses gyorsaságra alapozok, és az erőre. Van olyan magyar versenyző, olyan boxoló, akire olyan értelemben felnézel, hogy kihozta magából a maximumot, és ebben az értelemben is példa? Nekem Erdély Zsolt az, aki itthon úgymond példakép. Szerintem ő számomra az, aki legközelebb áll a stílusomhoz is, meg én őt tartom jelenkor számára a legjobb ökölvívónak. Tehát a hosszú kihagyás után egyszer ugye nemrégiben azt nyilatkoztat, hogy szeretnéd a bajnoki címet elhódítani. Ehhez mi mindent kell tenni napról napra?
hiszen nyilvánvaló, hogy a felkészülés önmagában nem elég, hanem annyira kell tudatosnak lenni, amennyit ez a cím megkövetel. Rengeteg lemondással jár, és rengeteg idővel jár, és rengeteg edzéssel, meg a hozzáállással is, ugye, de azt gondolom, hogy ez idén remélem, hogy ez meg lesz, és fölülök a csúcsra. Mi is nagyon fogunk figyelni, hiszen én azt gondolom, hogy a bajnoki cím önmagában is válogatottságot ér, mert hogy bármennyire is komoly sportág és sokszínű sportág az ökölvívás, a bajnoki cím az a címeres messzhez vezet. Mit szól a családod, illetve a társaid ahhoz, hogy visszatértél, és egyre céltudatosabban készülsz? Én azt gondolom, hogy örülnek, és támogatnak is, és szerintem ez mindenkivel jó hatásra van, hogy én edzek, mert le bírom vinni a barátaimat, a testvéreimet is vinni edzésre, és rá tudom venni arra, hogy sportoljanak, hiszen a sport nagyon fontos. Úgyhogy így élik meg ők is nagyszerűen. Tehát Anglia már a múlté, a töpörtyűkor sikerei pedig újra visszatérnek, mondom én legalábbis bízom benne. Mi a jövőképed? Milyen jövőképed van? Mit szeretnél elérni? Azon felül, hogy azt tudjuk, hogy az idén bajnoki cím a tiéd lesz, azt már is itt borítékolhatjuk. Hogyha sikerül megnyerni a magyar bajnokságot, akkor szeretnék elmenni profiba, és ott pedig komoly céljaim vannak. Elsősorban profi magyar bajnoki cím, utána pedig egy Európa bajnoki cím, és végső sorban szeretnék egy világbajnoki címet is. Szóval nagy célok vannak. Tehát hasonló Erdei Zsolthoz. Ennyit, ez nyilvánvaló, hogy egy olyan célcsoport, amit nagyon nehéz elérni. Gondoltál-e már arra, hogy amikor távozol, akkor itt kell hagynod tulajdonképpen, hiszen nyilván nem a profiként nem a MÁV előre lesz a klubod. Van-e már olyan célcsoport, amit kinéztél magadnak, vagy aki kinézett téged? Hát ez még a jövő zenéje, erről még nem nagyon szeretnék beszélni, de nyilván vannak olyan dolgok, amikről már beszéltünk, és elérhető dolgok a profi pályafutásban. Majd, hogyha sikerült, akkor azt gondolom, hogy tudunk róla beszélni, addig nem nagyon szeretnék. Jó. Arra figyelsz, hogy a súlycsoportodban a profik milyen szintet képviselnek? Hiszen azért sokszínű a mezőny. Igen, minden nap figyelem a profi súlycsoportot, és hogy itthon és nemzetközileg kik a legjobbak. Szóval próbálom ahhoz mérni magam, és azt gondolom, hogy be fogok férni ebbe a nemzetközi súlycsoportba is. Ugye az imént arról beszéltél, hogy mindenben fejlődnöd kell, de melyik az, ahol már szép lassan eléred azt a profi szintet, ami a későbbiekben sikerre visz? Mentálisan próbálok még nagyon erősödni, mert az a legfontosabb ebben a sportágban. Remélem, hogy az sikerülni fog, a Balázs az segít mindenben, és hogyha mentálisan 100%-os leszek, azt gondolom, hogy legyőzhetetlenné válok újra. Tehát a sisak az eltűnik, nem fog hiányozni? Most miként látod? Felnőttben már nem használunk fejvédőt, úgyhogy hála Istennek eltűnik, és ugye a póló is, én ezt nagyszerűen fogom megélni, mert zavart mindig is. Viszont erre a MÁV előres pólóra büszke lehetsz, és azt hiszem, hogy minden székesfehérvári büszke lehet rá, annál is inkább, mert ahogy beszéltünk évtizedek után, ti képviselitek ebben a sportágban azt a sikert, ami a székesfehérvári sportolónak jár, meg a nézőnek. Egyébként azt látod, hogy a box egyre népszerűbb? Azt gondolom, hogy egyre lejjebb volt az ökölvívásnak a népszerűsége, de most elkezdett újra csillogni, ha így fogalmazhatok. És itt Fehérváron mindig is szerették az ökölvívást, és az, hogy egyre több klub van, és egyre nagyobb klubok vannak, ez maga az ökölvívást is ugye népszerűsíti, és ez a legfontosabb, azt gondolom, hogy az ökölvívást népszerűsítjük. Nos, Iván, én azt kívánom neked, hogy fejvédőben és fejvédő nélkül is folytad ezt az utat, most már ne légy soha többé 80 kiló, mert a súlycsoporthoz az nem illik semmiképpen sem, és azt, hogy örvendeztesd meg a fehérvári box kedvelőket és a magyar sport kedvelőket egyaránt. És köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a MÁV előre nagyszerű boxolójával, én azt mondom, magyar bajnoki reményekkel élő, és hát azt végve is visző Olá Ivánnal beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.